A második helyen van Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye a korai iskola elhagyásokban. Erről Hanák Zsuzsanna beszélt kedden a Mapszékházban. Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem intézetigazgatója azt mondta, hogy a tanuló, a tanár, a pedagógiai és a társadalmi tényezők is befolyásolják, hogy egy tanuló sikeres vagy sikertelen a tanulmányokban és korai iskola elhagyóvá válik-e. Az általunk megkérdezett iskola igazgatója szerint náluk a lemorzsolódás elsősorban a rossz családi körülményekre vezethető vissza, és az a cél, hogy minden tanuló tudjon elemi szinten írni, olvasni és számolni. Ötödikes diákok rajzoltak kedden a Felső Zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolában. A 2012 óta az Egri főegyház megye fenntartásában lévő intézményben jelenleg 20 pedagógus foglalkozik 184 gyerekkel. Az iskola igazgatója szerint 5 alsós és 5 felsős osztályban szinte minden diák hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Évekkel ezelőtt ebben az iskolában nagyon magas volt a korai iskola elhagyók száma. A fő törekvésünk az, hogy ez a szám folyamatosan csökkenjen. Most olyan 30% körül vannak azok a tanulók, akik korai iskola elhagyóknak vagy lemorzsolódóknak nevezhetők. Elsősorban a gyerekek családi körülményeihez vezethető ez vissza. Nagyon rossz körülmények között élnek a gyerekeink, ezért igyekszünk minden segítséget megadni a gyerekeknek. Felzárkóztató program keretében az alapkészségeket igyekszünk gyakoroltatni, elsajátítatni, tehát fő célkitűzésünk, hogy minden tanuló tanuljon meg írni, olvasni, számolni elemi szinten. Hanák Zsuzsanna, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem intézetigazgatója egy kutatásra hivatkozva elmondta, hogy az oktatási hivatal minden fél évben bekéri az iskolákból a végzettség nélküli iskola elhagyás veszélyének kitett tanulók adatait. 2017-től 2022-ig ezeket elemezték, és ebből kiderült, hogy ez a magyarországi régió a legrosszabb helyzetben van. Az országban legveszélyeztetettebb terület a Nógrád megye, és rögtön meg is mondom önöknek, hogy 15,29%-kal, tehát vezeti sajnos ezt a listát, és második helyen van a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11,39%-kal. Ez azt jelenti, hogy jóval az átlag felett vagyunk, ugye egy 10% az az átlag, ami már elfogadható, és a 10% alá szeretnénk menni. Az intézetigazgató szerint a családi szocializáció nagyon fontos, és ebben meghatározó szerepe van a gyermek első 3 évének. Később pedig annak, hogy az iskola mennyire van felkészülve a veszélyeztetett diákok fogadására, és milyen módszerekkel tanítják a gyerekeket. Kutatások azt is igazolják, hogy a problémákkal küzdő diákok kisebb arányban tanulnak tovább, és később a munkaerőpiacon is nehezebben tudnak elhelyezkedni.